Hello mindenkinek, Dani tábornok jelentkezik, és a mai videóban nem másunk csinálni, mint le fogjuk vadászni mindenkit igazából, aki ezen a szigeten van, vagy ezen az út... Na jó, oké, GG. Nyertem szerintem, és hát hogyha az elsőből ilyet kaptunk, akkor nem tudom, hogy ebből mi lesz ebből a videóban, de szerintem nyertünk! Nyomjad, Szabi! Nagyon jól énekelsz! Na, úristen! Srácok, képzeljétek el, a következő rendező nem máshol lesz, mint Budapesten, és ha esetleg szeretnétek jönni, akkor a pétinő.hu-n már is meg tudjátok venni a jegyeteket. Siessetek, mert valószínűleg egy-két héten belül el fog fogyni az összes budapesti jegyünk. Lesz koncert, dedikálás, kérdezfelelek, és ugye nagyon menő filmünk? A kis nyomában. Szóval srácok, nagyon gyorsan siessetek, pétinő.hu, mindenki jegyezze meg, vagy pedig a leírásban is megtaláljátok. Találkozunk ott! Na jó, a lényeg az, srácok, hogy mindenki maradjon nyugodt, és szerezzünk minél több fegyvert, ugyanis, srácok, le kell vadásznom 4 darab embert, szóval, úristen, jó, nem mindegyik ember, 2 állat, szóval tök mindegy, de a lényeg az, hogy a barátaimra fogok most vadászni, mert ők is vadásztak egyszer, nem? És valahogy nekem le kell győznöm mindannyiukat, úgyhogy én egyedül vagyok, 4 ember ellen, szóval nem tudom, hogy ez még hogy lesz, de én megpróbálom a maxot beleadni, és easy beleverni őket. Én itt vagyok a faluba, elkezdtem én is itt kell. Mi a nem tudom, hogy és megtaláltál? Szóval azt kell csinálni, hogy egy gólem közelébe kellene bújnunk, és akkor a gólem megtámadja majd. Az jó, hogy a snipertad akkor... Nekem is vártam. Ó, flamethrower! Mit adod a snipert? Én vagyok a sniperek királyát. Én vagyok a snipermester. Vajátok, van nálam 7 darab obszidián. Bújjak el bele? Amúgy figyelj, végül is érhet. Szabad építeni alapon, nem? Hát senki nem mondta, hogy nem. Szednünk kell elsősorban fegyvereket. Remélem, hogy találunk normálisabbakat. Jó, van egy shotgununk, meg egy M4-ünk. Addig kéne rájuk menni, amíg nem találkoznak. Tehát, hogy nagyon gyorsan rá kéne mennünk arra, hogy minél több embert megtaláljunk szerintem. Van shotgun lőszerünk. Na, ez amúgy annyira nem is rossz talán. És hát remélem, hogy meg fogom tudni őket találni. Nem tudom, hogy hol rejtőzhetnek, de Jézusom, itt egy óriási egy falu van, amúgy itt tényleg középen. És nagyon-nagyon sok loot van. Jó, minél több fegyver kell, hogy később majd ezzel ne legyen igazából problémánk. Meg őszintén nagyon örülnék egy lángszórónak, szóval léci, plus for real, adj nekem egy nagyon menő izét. Lol, itt egy láda kinyitva. Lehet, hogy valaki itt van? Ez amúgy kicsikét para. Remélem, hogy nincs itt senki azért az én szigetemen még, de mindegy, megtaláljuk őket. Sniper! Várjál már, sniper nem adta ide, add már ide, tesó. Na! Páncélokat is szerezzünk, mert azok azért védenek eléggé rendesen. Szóval most ez is nagy terv. Most full tax, hogy minél több cuccot tényleg összeedjünk. Nadrág, nagyon jó azon nem volt. Minél több cuccot tényleg összeedjünk, és hát megpróbáljunk beolvadni a dzsungelbe. Én vagyok a dzsungel, a dzsungel beszívott engem. És igazából lopakodva valahogy kiiktatni a kedves rossz akarókat, akik el akarnak engem vadászni egyébként, szóval ja. Van egy granátvetőm. Az jó. Na jó, most srácok, én akkor építem, el kell lerakom ezeket a dolgokat, és akkor építem. Csinálok magamnak a shotgun. Ott van, Dani. De én az csak egy beszaradt. Van egy revolverem is. Nem, hogy van alkan. Van TNT-m! Jó! Kéne még szerezni, obszidián. Na, hát ott van Szabi. Ah, itt van! Jön! Hol? Támad! Hol? Megöttem! Mi lenne, hogyha megölném egyből Szabit? Na jó, álljátok, szerintem még nem állunk készen. Nem akarom Szabit levadászni egyből. Inkább tudjátok, kit akarok? Kist akarom elkapni. És megyek is a dzsungelbe, és megyek, levadászom őket. Ott volt fönn azon a hegyen. Nem, én gondoltam. Ott szembe, ott volt. Nincs ott. Előbb ott volt, mondom, hogy ott volt. De most nincs ott. Megyünk segíteni? Jó, de azért... Ajaj. Te mit csináltál? Te lőttél, Jussi?
Mondjuk azt, hogy megparadtam, Danit, jó? Ho-ho-ho, srácok! Szeretnétek velem, Szabival vagy Husival karácsonyozni? Akkor csekkötök fel a patreon.hu-ra, ugyanis bekerültek a vadonatúj nagyon-nagyon menő karácsonyi mintás termékeink, illetve lehet ugye plüssöket is rendelni belőlünk. Szóval srácok, siessetek, ugyanis már nem sokára a karácsony, és ha ilyen menő ajándékot akartok, akkor bizony sietnek kell, ugyanis lehet, hogy nem sokára el fognak fogyni. Szóval patreon.hu, vagy pedig a leírásban megtaláljátok a linket, csekkoljátok le most! Ott van valaki! Ott van valaki! És szerintem, úristen, az kis az! Szevasz, tesó! Jó, oké, nem is látom úgy engem, szóval easy. Látok, ott van? Nem lát szerintem engem, legalábbis nagyon remélem. Azt mondja kinni, hogy egymást lövik, azt lehet még egymáson is tudom őket amúgy úszítani, vagy valami. Lángszorú! Jó, oké, nagyon jó. Lángszorú az nagyon-nagyon erős tud lenni amúgy közelről. Úristen, nem áll, ott vannak. Jesszus. Ott vannak fent. Hol van? Hol? Hát de... Húsi, hát... Jézusom! Jó? Husi egy csicska. Mi van, Husi? Mi van, Husi? Jó, oké, gyors meneküljünk, na várjátok. Ajaj, bajban vagyunk. Jó, egy ópialmát beáldozok. Mert azt gondolom, most, ha valaki hátba lőne engem, akkor nagyon-nagyon kampesz lenne nekem szerintem. Látom! Megyünk a faluba, találkozunk. Nem tudtam, hogy ti merre vagytok. Na jó, figyeljetek. Hátukba megyek igazából. Erre úgyse számítanak, nem? Tehát, hogy ők ott vannak ketten. Nem hiszem, hogy számítanak arra, azt gondolom, most kicsit lelepleztem magamat. Nem hiszem, hogy számítanak arra, hogy én hátba mennék nekik. Jó, figyeljetek. Felmegyünk a fára. Valahol ott kell, hogy legyenek. Aha. Ki lő rám? Rám lőnek egyáltalán? Látom! Találkozunk, hogy kapus lehetek, aztán fogjunk össze. Én lövök, nyugi. Nem tudom. Jó, oké, bemegyünk a faluba, azt körbenézünk. Úristen, srácok, ott vannak négyen. De az ott lenni jó. Na, majdnem hátba lőttelek. Na, várjátok, figyeljetek. Ne! Jó, oké, gyerünk! Jó, oké, egy meghalt. Megyek, srácok, megyek! Hol? Vigyázz kis, lenni, most kaltam el. Oké, és figyeljetek. Ó, Istenem. Soha nem fogják tudni, hogy hol vagyok. Töltöd meg, Lenit! Ó, Istenem. Na várjátok, itt kijövünk. Szia, kis! Jó, kisnek annyi, szavasz. Ott van Szabi. Jaj, ne. Jó, oké, és nyugi. Meneküljünk. Jó, oké, kis és Husi megvan, vagy várjátok, kis és nem tudom ki volt, valaki meghalt. Jó, gyors vissza az erdőbe. Fogunk itt szenvedni, hát lealázzuk őket, figyeljetek. Gyere, Szabi! Hol vagy? Nem látom, Danit. Rájuk futunk, hol vannak? Hol vannak? Figyeljetek. Kis meghalt. Itt vannak valahol bent, tuti. Jaj, ne. Akkor csak ketten vagyunk? Igen, csak ketten vagyunk. Oké, nem baj. Tartom a helyzetet. Elmenekültek, vagy nem tudom, hogy mit csináltak igazából, de nem nagyon látom őket, szóval lehet, hogy valahol bemenekültek valamelyik házba. Nem tudom, hogy hol vannak, de mindegy. Úgy tűnik, hogy már kettőt kiiktattunk, srácok, szóval 1v2 van most, csak szólok. Várjátok, ott van egy fény. Ott egy fény. Jó, nem a fénynél vannak. Na jó, vadásszuk, vártok csak. Ott van, az ott nem valaki ott bent? Ott látok ott valamit. Ablakon keresztül, vagy ez egy ilyen mumba? Eléggé furcsa, na jó, megnézem azért. Mennyi jutok még Lucky Blockot, hát ha ezzel megyek valamire. Mi ez? Nem kaptam semmit. Ez nagyon nagy Lucky volt, nem kaptam semmit. Kaptam tojásokat. Oké, minél többet nyitogass, mert csak úgy tudunk. A Guardian ezt meg felhasználva. Hopp, itt fut, láttam! Lol. Egy egész bolt van itt bent. Mi az? Ott van Szabi. Itt van, hallom. Ott van Szabi, hol van Szabi, na mi van? A faluba van. Szia, tesó! Úristen, egy HP van, egy HP van! Csóró, de komolyan mondom, hol van Husi? Hol van Husi? Húst akarom megtalálni. Hol vannak a többiek? Egy HP van, Husi! Sincs! Itt jövök a faluba. Úristen! Itt volt a templomnál! Na játok, felmászunk ide fentre. Jó, itt fogok fent várni. Nagyon remélem, hogy azért le fogják majd magukat leplezni és előjönnek.
itt fent igazából csak nem fognak engem észrevenni, ugye a fa tetején, nagyon remélem. Oké, itt volt valahol az előbb. Várj, eszek egy kicsit, fedez egy kicsit. Jó, hogy feltöltődjön a HP-m. Ez nálam kell, valahol itt van. Szerintem látom Szabit. Menjünk fel a izébe. A templom tetejére, és a templom tetejéről tudunk lőni. Úristen, de komolyan mondom. Miért ment oda fel, Szabi? Hát ez... Ott volt fenn a tetőn. A izén, a fa tetején van. Nem tudom, a templommal szembe lőtt le a fa tetejéről. Srácok, él még amúgy még valaki? Igen, húsi. Tényleg? Na jó, oké, tudjátok, mint akkor maradjunk így itt TS-en. Oké, GG. Hát ezt nem hiszem el! Srácok! God mode-ba egyszerű! Milyen God mode-ba? Amúgy igen, Dani! Tesó! Vittétek le a HP-met, volt olyan, hogy 4 HP-n volt. Mind God mode-on. Istenem, srácok, mehet még egy kör? Én akarok még egyet. Tehát most maradjatok, védjétek a falut, jó? És a falut kell megtámadnom, oké? Most is kb. Ezt tört. Jó. Nekem mindegy, csak legyetek a faluba, és jó, akkor én megyek és megadok mindenkit megint. Tegyetek le zászlót ide. Nem. Na, sok sikert, és jövök majd támadni. Jó van, srácok, igazából új esélyeink vannak. Szóval, hát én azt mondom, hogy gyűjtsünk még egy pár ópialmát. Vagy hát igazából lucky blokkot. Meg hát fegyverek kellenek, mert igazából kifogytunk a lőszerekből. Szóval jó lenne egy kis utánpótlás. Nem baj, gyűjtsük be őket, és akkor menjünk támadj. Aug, egyik kedvenc fegyverem. Jó? Oké, és nézzük a balta. Úristen, a baltával nagyon könnyen tudom ezeket kiütni. Na jó, oké, van egy új taktikám igazából, ennyi. Köszönöm szépen. Jó, szedjük ki szép. Úristen, még több ópialma. Na jó, nagyon tele vagyunk, srácok. Na, itt az új kör. Akkor az új körben meg kell védenünk a zászlót, ami a templom tetején van. Na várjatok, srácok! Megvan a nézői formáció, hogy mit teszek a második emeletem. Valaki még jöjjön velem a második emeletre. Ja, a második emeletre valaki maradjon lent. Illetve valaki legyen a tetején. De én inkább távolról védenék valami másik helyet. Közelről kell megölnünk, távolról elő. Megyek hozzá, kis kéne a fegyver. Miért azokat nem tarthatjuk meg? De én megtartottam. Én is megtartom. Ja, én nem tartottam meg. Jó, kéne egyébként amúgy egy csizmát szereznünk. Mert az nem nagyon van, szóval kéne szetteket szednünk még így ezerrel, meg hát nyilván fegyverek is azért jöhetnek. Hát ha kapunk valami nagyon OP nukleáris fegyvert, vagy nem is tudom komolyan mondom mi kéne. Jó, itt egy random láda. Nem túl OP, úristen mennyi szettes láda, na jó van. Oké, srácok, kezdét felti a szetszerzés. Gyűjtsük ezerrel a cuccokat, nagyon jó, van egy csizmánk, srácok. Királyság, kéne, hát fegyver kell még amúgy egyáltalán, nem is tudom. Jó, kidobálom, még nem kellenek, mert most igazából ennyi cucc azért ne legyen nálam így full feleslegesen. Oké, és jó, és megvannak igazából a fegyvereink, szóval én azt mondom, hogy lehet, hogy támadnunk kéne. Na jó, figyeljetek, szerek még fegyvert, csak a biztonság kedvéért, hogyha bármiből kifogynék, jó, ez nagyon OP. Oké, és valami jobb csizma esetleg, nem ez gagyib, lőszer, hát ezek nagyon rossz, M4, oké. Jól van, na, srácok, megvagyunk a fegyverekkel, menjünk és próbáljuk meg, kezdjük meg őket megtámadni. Hallod, ha nyitnék egy snipert, komolyan. Várjál! Hozzunk kell egy fát! Ott is van, sniper, megvan. Na jó, ezzel lazán meg lesz. Lenny! Oké, srácok, én itt vagyok egy tetővel odébb, és igen... Innen, várjátok, sniperem van, innen tudok nézelődni. Na, itt vagyok az alján. Oké, akkor maradj lent és azonnal szólj, hogyha jön. Megpróbálok besonyulni, és igazából egyesével valahogy megtalálni őket. Nem tudom, hogy mit csinálnak, ott van fenn a zászlójuk. Hát nem tudom, hogy mennyire lesz nehéz őszintén azt elfoglalnom. De... Van itt valaki valahol egyáltalán? Van itt, Jézusom! Mi van itt bent? Jó, kettő meghalt. Úristen, várjátok, már robban a TNT! Nem tud feljönni! Mi csinálnak? Jó, Jézusom! Okay. Elmenekült! Ott van fent Szabi. Szabit kapjuk már el. Szia Szabi! Hát ezt gondolom, meg felrobbantam. Jaj, ne! Oké, itt van előttem. Hol van? Itt van lent az a ház előtt. Itt van kis, úristen! Nem, szia kis! Fülös szettje van a gyereknek! Szia kis, Csumi! Jó van, de kajak God mode-ban van a hülye gyerek, tehát ezt én nem látom, tenni. Hogy hol van. Ne szarom, én hozok.
Hallod? Valaki még él? Nem. Csak te. Csak én? Akkor igen. Figyeljetek, akkor engem kell nézni. Jó, oké, felmásztam ide. Én rálángszórózok, vagy nem tudom. Az segít szerintetek? Égeti a zászlót! Ott előtt az égett a zászlót! Ott van fent Szabi. Szia Szabi! De nem is látom, mert minden forog! Nem hiszem el! De srácok, én ne esküszöm rosszul, én megadtam nekik a lehetőséget, 1v4-et adtam, és nem tudnak legyőzni. Nem már! Na jó, nem tudom, meghallgat, kíváncsi vagyok, mit gondolnak erről. Gyorsan még felmegyek, nem tudom, most így mondták, hogy zászló van, meg ilyenek, de szerintem ez hülyeség, de mindegy. Jó, gyors kiütöm így a zászlójukat, és hát elmondom nekik, hogy nagyon rosszak voltak. Srácok, mi zuhan? De miért? Hát mert megölted a dolgokat, és nem lehet látni téged, mert minden fog. Hát de ne, én nem öltem meg a dolgokat, én felvettem mindet, amit megöltem. Mindegy, nem lehet. Hát de ugyanaz volt, én se láttalak akkor ennyire titeket, de 4 embert megöltem egyedül. Hát én nem lehet látni téged, és néztem, hogy hol vagy, és hátulra elkezdett lőni, és semmit nem lehet látni. Hát jó tesó, én az elején berontam egy házba, és 2 embert megöltem úgy instant. Amár bénák. Na jó, srácok, GG jó Jélek, volt, persze. Tiszteleg, remélem, hogy tetszett mindenkinek, találkozunk legközelebb, sziasztok! Sziasztok! Hello!